Jó estét kívánok, üdvözlöm a kedves televízió nézőket itt a Mulatúri című műsorunkban. Ne felejtsék el nézni a televíziókat, szórakozzanak jót a tévé képernyő előtt. Hoztam önöknek rengeteg új fellépőt, természetesen fogadják sok szeretettel első vendégemet, Szabolcsot. Kedves Szabolcs, szia, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat, és hogy itt vagy nálunk. Szia. Nagyon sok mindent hallottam rólad is, igaz? Első televíziós felvételed itt nálunk. Mi szól a család, párod, hogy most láthatnak a televízió képernyője előtt? Hát szerintem nem tud magához igazodni igazándiból, mivel hogy ő már nagyon várta, hogy élőben lásson engem a tévében. Na hát akkor eljött az idő, és akkor lehet látni őt jobban. Tudnunk kell rólad igaz, hogy elég fiatalocska vagy. Szabolcs, mindössze 24 éves, van normális foglalkozásod is természetesen, de van egy célod, amit el szeretnél érni. Mi ez a cél, ami téged hajt, és amit el szeretnél teljes 100%-ban érni? Hát igazságtalanul szeretnék lenni, és e felé vezet a célom, ezért kelek fel minden nap, ezért hajt az, hogy mindig időben ugye felkeljek, ahogy szokták ezt mondani a párok, ugye. És a lényeg az, hogy hát igen, musical színész
szeret, az, amivel szeretnék foglalkozni, és ezért dolgozok, és élek, meg igazából mondhatjuk, hogy élek, kelek, halok, mondhatjuk így igazából. Igazából, akkor, ahogy említetted az előbb, ezért dolgozol, ezért élsz, hogy musical színész lehessél. Ha jól tudom, tudomásom szerint szeptember 1-jével végzel, pontosan? Ha minden jól megy, akkor igen. Milyen szakon? A színész egy vizsgával fogok végezni szeptember 1-jén. A Fészek Művész Klubban, ha minden jól megy. Bár ez még ugye képlékeny, mert nagyon nehéz a színész egyhez jutni. Hát én sok sikert kívánok neked, hogy a vizsgád nagyon jól sikerüljön, és hogy elsőjén csak így a tanárnénisekbe billentsen, és átrúgjon téged arra a szakra, amit te szeretnél. Fogadjál sok szeretettel, Szabolcsot! Királynak hívják a háta mögött, az új fiút ki a telepre költözött. Ha bekapcsolja a magnóját, rock and roll száll az utcára, csoda bomba a lányok táborát. A moziból hazafelé estem, látok őt, ölelkezve állt egy kapu előtt. Róla bárki megmondja, hogy 15 perc a rekordja, s nem mutatsz ma nála nagyobb menő. Ő a csók király, ő a csók király, ő a csók király, ő a csók király. Ha feltűnik az ismerősök között, a lányok összesúgnak a háta mögött. A lányok összesúgnak a hát mögött. Yeah! Wap, wap, shoo-wap. Shoo-wee-doo-wee-doo-wee-doo-wee-doo-wap. Ő a csók király, 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 a csók király. Sarki párban este a betér, a lányok flashben állnak kegyeiért. De ő csak lazán besétál, a burlicerbe pénzt dobál, s az új ritmusra egy őrült rakot. A karjaiban a kiválasztott lány, egy oltári jó gyöngysorra nyakás. A lépcsőházi kanyarban csókolózik, elbújtak, s a szomszédok meg irigyen bábultak. Ő a csók király, ő a csók király, ő a csók király. Ő a csók király, csók király. Feltűnik az ismerősök között, a lányok összesúgnak a háta mögött. Csók király. Ha feltűnik az ismerősök között, a lányok összesúgnak a háta mögött. Úgy szeretnék én lenni a csók király. Kedves Szabolcs, kérdezzünk tőled valamit. Csók királynak érzed magad? Nem igazán az a helyzet. Mit mond a párod? Hát szerinte igen, de nyilvánvalóan a... Tehát nyilvánvalóan a férfi ember, aki ugye igazán magában érzi a dolgokat, az nem fogja magáról azt mondani, hogy ő egy csók király,
Én úgy gondolom, hogy én egy átlagos fickó vagyok, egy átlagos ember, aki kitűzött mondjuk nagy célokat maga elé, amit talán elér, talán nem, de nyilvánvalóan igyekszem ezt a célt erősíteni. Igen, illetve egy olyat is tudok róla, hogy többször léptél föl színházban. Erről mit lehet tudni? Milyen darabokban voltál látható, vagy mik ezek a szerepek, amiket éppen megkaptál? Hát igazából, tehát igen, ahogy mondtad, hogy nagyon sok színházba léptem fel. Igazából úgy mondanám, hogy vidéki színházba léptem fel. Tehát egy idevaló embernek az ismeretlen lehetséges, bár ki tudja. És a darabokról, meg a szerepekről annyit, hogy játszottunk Rómeó és Júliát, játszottunk Jekyll és Hyde-ot, amiből fogok is énekelni egy dalt itt a nézők előtt, valamint énekeltünk Mozartot, Vámpírok bájából is csináltunk egy kisebb részletet, meg a Képzelt riportból. Ezek a főbb darabok, amikből így előadtunk. És hát a szerepekről annyit, hogy mondjuk egy Rómeó és Júliából énekeltem Benvóliót, Jekyll és Hyde-ból főszerepet kaptam, hála az égnek, az igazán önmagamra találtam abban a darabban. És Vámpírok bájából Lord Clornak grófot énekeltem. Fantasztikus lehet egy ilyen színházban szerepelni, illetve gondolom elég nagy felkészüléssel jár. Például, ahogy említetted az előbb, hogy Rómeó és Júliában játszottál, illetve Benvolio szerepét kaptad meg, na hát az a kedvencem benne, úgyhogy nagyon jó találat. A musicalt játszottátok ugyanúgy, vagy esetleg egy másik változatot? Abszolút Rómeó és Júlia musicalt játszottunk, tehát abszolút. Ugyanaz, mint amit mondjuk egy operett színházban látunk, abszolút ugyanezt láthatták nálunk is, és még fogják is látni, mert hogy azt még nem árulom el, hogy hol, de hogyha esetleg nézik a Facebook oldalamat, akkor ott le fogom írni, hogy hol lesz az előadás, és nagyon sok szeretettel várunk mindenkit. Természetesen kapok egy tiszteletjegyet. Köszönöm szépen, hogy itt vagy. Én is nagyon szépen köszönöm. Kedves nézőim, fogadják sok szeretettel következő fellépőmet. MC Ati.
rád. Érezd, hogy nélküled elveszek, s még a tűz, ami bennem él neked. Tudd, hogy várok még rád, várok még rád, várok még rád, várok még rád. Várj, érezd, hogy hát, kedves Attila barátom, ismét itt mellettem állsz. Hogy érzed magad? Hát elsősorban is köszöntöm a kedves nézőket, és a kedves közönséget is. Köszönöm szépen kérdésedet, jól érzem magamat. Hál' Istennek elérkezett a csütörtök, már alig vártam, hogy itt legyek a műsorodban, és előadhassam a számokat a közönségnek és a kedves televízió nézőknek. Igen, azt látom, hogy nagyon siettél hozzá, mert tetőtől talpig meg vagy izzadva. Hát igen, sajnos siestem, és igyekeztem, hogy ne késsek. Nem késtél le semmit, köszönöm szépen, hogy itt vagy. Én is köszönöm szépen. Kedves nézőim, ne felejtsék el, szeptembertől új műsorunk indul, tehetségmutató, minden fellépőt várunk sok szeretettel, aki táncos, ének vagy egyéb produkcióban lehet jelentkezni a megadott e-mail címen. A címe az új műsorunknak tehetségmutató. Viszont most fogadják sok szeretettel következő fellépőmet, Zsola. Szia, kedves Zsola, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat. Hello, sziasztok. Szeretettel köszöntök mindenkit. Nagyon sok mindent hallottam rólad, és hogy fogalmazzak, olyan szépen szeretnék fogalmazni, hogy igaz, ha mondhatom úgy, akkor az élet néha igazságtalan. Ha fogalmazhatok így, nem tudom, hogy te hogy gondolod. Hálát kell minden nap adni az életnek. Tehát... Igen, természetesen hálát kell adni. Igaz, sok mindent megtudtam rólad, és mi nagyon sokat beszélgettünk addig, ameddig el nem kezdődött ez az élőadás. Elég komoly egészségügyi problémákkal küzdöttél az elmúlt években, viszont volt benne jó is, illetve rossz évek. Igaz, ha jól tudom, szeptemberben ismerted meg a kedvesedet. Igen. 2006. szeptemberében ismertem meg a kedves feleségemet. És ez egy... Semmi baj. Zsola egy picikét izgult, természetesen első élő felvétele. 2006. szeptemberében ismerte meg a kedvesét, és rá nem sokára összeházasodtak, és most egy boldog házaspár életet élnek. Természetesen így, hogy mindenkinek ugyanezt kívánjuk, hogy mindenki ugyanígy él ilyen boldog házas életben. Viszont tudni kell, hogy van egy alapítvány. Egyenlő esélyekért alapítvány. Csömörön található. Nagyon sok sérült fiatal van, idősebbek is. És egy nagyon jó csapatot alkottak szerintem. Így van. Tehát én informatikus vagyok, a párom vendéglátásban dolgozik. Besegítek neked természetesen. Vendéglátásban dolgozik a párja, igazán Zsola meg informatikusként dolgozik, már beszélni se tudok, ilyen előfordul. És ez az alapítvány, ahol ő van, most jelenleg Zsolát nézik természetesen a televízió képernyők előtt, és nagyon-nagyon sokan nézik, így hogy én nem is húznám a szót, fogadják sok szeretettel Zsolát! Már menni kell. A
esőjének vége, és álmodom, hogy virág nyílik a domboldalon, felhő fölött ragyog a nap, ha itt lennél velem, letörölném a könnyeid, és elmondanám, hogy szép lehet a holnap, hogyha elhiszed, ha itt lennél velem. Lennél velem, és fognád a két kezem, nem engedném el többé már sosem. Ha itt lennél velem, és fognád a két kezem, nem engedném el többé már sosem, kedvesem. A mesének vége is álmodom, hogy reggel újra fel kell a nap, igazat mond és megsimogat, ha itt lennél velem. Én mennék veled, de nem akarod, csak nézek utána az ablakon, ahogy egy kis fiú, ha nem hiszi el, hogy most már menni kell. És fognád a két kezem, nem engednének többé már sosem. Ha itt lennél velem, és fognád a két kezem, nem engednének többé már sosem, kedvesem. Háj, Zsola, Zsola! Hát ez egy fantasztikus dal, én annyira szeretem a bikinit. De hogy állsz vele? Jól állsz vele, az a lényeg, jól állsz vele, stabilan állunk vele a bikinivel, én is imádom, illetve szerintem a kollégák is nagyon szeretik. Mi szólnak azok az emberek, akik veled vannak ebben az alapítványban? Ők tudják, hogy ma eljöttél fellépni? Hát nem mindenki, de remélem nézik az adást. Igen, azt látom, hogy adás előtt készítettél egy live videót Facebookon. Mondom, beszélni se tudok, és ahogy láttam, elég sokan hozzá is szóltak már. Nem néztem még meg, de igyekszem bepótolni. Nem néztem meg, de én biztos vagyok, hogy nagyon sokan megnézték, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy. Köszönöm szépen a meghívásodat. Én köszönöm. Fogadják sok szeretettel. Következő fellépőmet, hát persze, hogy én vagyok. És egyre a zenét, látom, szinte látom a szemét. Elmúlt, ami elmúlt, sose szép. Rágondolni mégis gyönyörűség. Kislány az ongoránál, fehérebb az orgonánál, jaj, de szépen játszotta a lisztraxódiát. Kislány, kit úgy szerettem, akit soha nem verettem, rabja voltam, mint egy kis diát. Csókja maga volt az
mint a hajnal keleten. Napfény tűnik ég el nyugaton, elfeledni én őt nem akarom. Kislány a zongoránál fehéret, az orgonánál, jaj, de szépen játszotta a liszta cúriát. Kislány, kit úgy szerettem, akit soha nem feledtem, rabja voltam, mint egy kis diát. Láttam néhány nappal, bizony ő rajta is fogta az idő. Bócos fejű srácot vezetett, rám nézett és gyorsan elsietett. Kislány a zongorán, fehéret az orgonán, jaj, de szépen játszott a liszt-rapszódiát. Kislány, kit én úgy szerettem, akit soha nem felettem, rabja voltam, kis diák. Rossz kedvűen mentem az úton, jobb lett volna nem látni, tudom. Nem tört volna össze az a kép, mely összetörten is, hogy gyönyörű szép. Kislány a zongoránál fehéred, az orgonánál, jaj, de szépen játszotta a liszt-rapszódiát. Kislányt úgy szerettem, akit soha nem verettem, mindig jó lesz emlékezni rád. La 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 la. Kislányt úgy szerettem, akit soha nem verettem, mindig jó lesz emlékezni rád. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, küldöm sok szeretettel ezt a dalt. Következő fellépőm, Szabolcs. Messziről fénylik a hotel mentor, ott pompázik a tengerparton, mennyből zacsini reklámszöveg, tündöklő fények, kiveri a szemet. Oh, honnan is tudhatnád, egy kávézatos helyen mennyi csoda várhat rád. De ha egyszer rátépsz a bejáratán, az ámulattól eltartod a szád. Oh yeah! A rulett, a blackjack a játékteremben, perdül a kocka a zseton csőrre. Ha nem vagy észtél, gyorsan legombol, s közben a legvadabb rock and roll tombol. Oh, a parfüm illata megszidít a varázslatos mesés éjszaka. Szent fényárban úszik az álomhotel, s csábít meg annyi gyönyörű mademoiselle. Oh, well! Mentol, hotel a mentol, mentol, hotel a mentol. Oh, a dolcsá vita tombol. A csokirály kocsi a halmazöld bújik, a csaja az ülésen hozzábújik. A hapsi bekreppel maradj itt, és so come on baby, let's have a drink. Oh, a kis csajpitangó már is megvan az új szenzáció.
hiszen ők pasztárok, ezt tudjuk jól, a postás előttük földig meghajol. A tizediken éjjel nappal vár a világra szóló Teddy Bear! Fellép az összes tűn ide áll, a ragyogó műsor meg nem áll. Oh, a kicsi-ricsi énekel, a csacska-macska vokál mögötte swingel. És ha elvett a haverod a pókeren, majd vigasztalást nyersz a striptease-ből. Mentol, 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 oh, árad a szerves éjjel. Mentol, hotel a mentol, mentol, hotel a mentol, oh, a tele van szenvedőjjel. És amíg észlépé nem felejted el, a luxus lakosztályt itt megbeszel. Megbeszel! Mentol, mentol, mentol! Szabolcs, szereted a rock and roll zenéket? Imádom. Egyszerűen. Párod is imádja? Hát egyértelműen, mivel hogy a rock and roll zene az egy tipikus táncos műfaj, és ő, mivel, tehát ő táncolt, és nagyon sokat is táncol még mai napig, így igen, tehát a rock and roll műfajt azt nagyon imádom, és ez a legegyszerűbb módja, hogy megtáncolzassam a páromat, nyilván ezt így mondhatnám. Hát igen, mondjuk a rock and roll dalokra arra lehet mozogni, meg csörögni. A családban is anyuka, apuka ugyanilyen táncos, vagy inkább már csak mint a utódok? Hát, ami azt illeti, anyukám és apukám egy rock'n'roll partin ismerkedtek meg a Hungáriával, pont a Hungária együttes adott elő egy tehát a Hungária volt előadó, és ők ott ismerkedtek meg. Tehát lehet, hogy pont innen ered ez a nagy szeretet a Hungária felé. Tehát igen, az apukám meg anyukám az egyértelműen Hungáriára ropták a táncot, főleg ugye abban az időben, amikor megismerkedtek, ez volt előtérben helyezve nyilvánvalóan, mert hogy pont akkor testesítette meg Fenyő Miklós a Hungáriával a rock'n'roll stílust itt Magyarországon. Hát igen, ez fantasztikus, amit Fenyő Miklós igaz csinált, mert nagyon sokan szeretik a rock'n'roll dalt. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy. Én is nagyon szépen köszönöm. Hát igen, Szabolcsot rock'n'roll közbe gyártották. Na jó, csak poénkodok. Fogadjál sok szeretettel következő fellépőmet. MC Ati. Várom már, hogy végre itt legyél, mert nélküled üres az éj, és elmereng, hogy miért is nem jössz már. Ez a láz, és én ezt jól tudom, sohasem látok partokon, vissza képzeletünk tovább. Megtalállak még, tudom, hogy ennyi még nem elég. Megtalállak még, valahol, tudom jól. Mosolyodat hagytad itt nekem, mikor elmentél, most üres az éj, és kérlek,
még nem elég, megtalállak még valahol, valahol. Várom már, hogy végre itt legyél, mert nélküled üres az éj, és elmerek, hogy miért is nem jössz már. Más ez a láz, és én ezt jól tudom, sohasem látott arcomon visszaképzeletünk tovább. Megtalállak még, tudom, hogy ennyi még nem elég, megtalállak még valahol. Megtalállak még, tudom, hogy ennyi még nem elég. Megtalállak még valahol, valahol. Megtalállak még, tudom, hogy ennyi még nem elég. Megtalállak még valahol. Megtalállak még, tudom, hogy ennyi még nem elég. Megtalállak még valahol, valahol. Megtalállak még, tudom, hogy ennyi még nem elég. Megtalállak még valahol. Hát igen, erre inkább már nem mondok semmit, mert általában mindig ezt hallják tőlem a kedves televíziónézők, hogy én Attilát bárhol megtalálom. Ez így van. Ja, szerintem az... már nem kell többet ragozni. Milyen napod volt ma? Hát húzós napom volt. Reggel felkeltem korán, dolgoztam, aztán alig vártam, hogy jöjjek ide. Megfürödtem, megborotválkoztam, mielőtt még jöttem volna ide, mert nem szeretek borostársam menni sehova sem. De hát örülök, hogy itt lehetek veletek, és élvezem ezt a műsort. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt vagy. Én is köszönöm. Szerintem a kedves operatőrünk is, aki éppen a kamera mögött van, de nem látható, ő is nagyon korán kell természetesen, mint mindenki, aki jár dolgozni. De szerintem nagyon sokan dolgoznak. Fogadják sok szeretettel a következő dalomat. Mozgat majd a zene, csak tépd el a láncot. Forog a világ, mind dallamban a szó. Dúdolj, táncolj, minden várhat már. Táncolj, dúdolj, minden várhat már. Csak érezd, hogy zene az élet, s mindent megkaptál. Csoda hold fény, mert ragyó napban minden ritmus jár. Távol minden tőle. Érd el az álmod, legyen mindig zene az útra valód. Az
kívánom, szeresd, hogy élvezd a táncot. Tiéd a világ, ha keresed a jót. Dúdolj, táncolj, minden gond leszáll. Táncolj, dúdolj, minden csönd megvár. Csak érezd, hogy dobol a véred, tested könnyebb már. Csoda, hol fényben ragyogó napon minden ritmus jár. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, küldöm sok szeretettel ezt a dalt. Fogadják következő fellépőmet, Szabolcs. A hír a szomszéd ház mögül. Élt és mozgott, összegyűlt úgy este hét körül. A hangolástól fél nyolckor már vészhangzott a ház. A környék béli jam betokolt, úgy rá lett a láz. Szeptős dollit főtoknyában tűsarkokon jön. Az új leány a pölcint egyből lópartak kötött. A rongylább Jani csőn a drágját meglazította. A somszéd srác egy mozdulattal hárrét bedobta. A lombionok megremegtek, a banda rázendített. A szakszófonos recsegtette, a dobos pergetett. Rázták a táncot az útjadapon, és nézték az ablakból. Szólt a rock és a roll az utcáról. Szólt a rock és a roll az utcáról. Well, 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 a kockázakó a háromszögre kötött nyakán. A tánciskolás üllemszabály nem volt kötelező. A szőke pannit egymás után tízszer lekintott. S a bűnét még egy kapu ajba is el-elkísérték. A ragadó partit véget ért, de nincs mi semmi leszve. Ha nem voltál ott, majd a következőre. A rákadó hangja mámorítós, táncol szélítő. Gyere hát, velünk jár, itt az idő. Gyere hát, velünk jár, itt az idő. Szabolcs, hát tényleg látszódik, hogy rock and roll közbe készültél. Te mit szólsz ehhez? Hát mondjuk úgy, hogy
Látszódik, hogy a véremben van? Igen, kérdéssel felelek a kérdésre. Igen, igen, mert igaz, hogy azért kérdeztem az előbbi fordulóban, hogy a szülők is ugyanilyen táncosak esetleg, mint te. Igen, egyértelműen. Talán tőlük örököltem ezt a rock and roll mániát. És mi szólnak a szülők a karrieredhez? A szüleim, ők egyértelműen támogatnak, és mindig mellettem vannak. És hát mindig mondják, hogy nem elég jónak lenni. Legyél a legjobb. Mindig ezt mondják. Igen, hát nem elég jónak lenni, de legyél a legjobb. Hát igen, szerintem mindenki, aki ezt a pályát válaszol, az lehet színművészeti, vagy énekes pálya, vagy táncos pálya, mindig a legjobb szeretne lenni, de sajnos nem mindig van olyan, hogy valaki a legjobb. Igen, igen, igen. Igen, ezzel én is egyetértek, és hát bár én musicales vagyok, és a Hungária igazából, tehát maga a rock and roll stílus az igen, úgymond ének stílusban messze áll tőlem, azért remélem, hogy a nézők örömmel fogadták ezt a dalt tőlem, ezeket a dalokat, ezeket a rock and roll dalokat, és ezt igazából mind a szüleim tiszteletére énekeltem el, mert ugye hát, mint tudjuk, rock and roll az mindig élni fog. Mindig van és mindig lesz. Igen, de igaz, hogy megemlítettük már a rock and roll dal stílust, igaz, azért a musical is egy olyan műfaj, illetve egy olyan szereposztás, ahol folyamatosan mozog az ember, megállás nélkül. Úgyhogy gondolom, van olyan musical is, amiben előfordul egy-két rock and roll dal. Hát igen, például most, hogyha már előhoztad, amit ugyebár nyilvánvalóan Fenyő Miklós kapcsán írtak musicalt, azt úgy hívják, hogy amit szerintem mindenki látott már az itt jelenlévő emberek között, valamint a kedves nézők is látták már, a Made in Hungária tehát a Made in Hungária musicalt, vagy színpadi darab, mondjuk így. Tehát az egy kimondottan rock and rollra írott dolog, amit ugye Fenyő Miklós alapján írtak meg. Igen, igen. Hát igen, azután megjött a Dolly-ról és társai. Úgyhogy, hát Szabolcs, én nagyon örülök neki, hogy itt vagy, és hogy ilyen dalokat hoz.